Egyszer volt egy szegény ember, és annak egy fia. Hogy a fiú akkorára nőtt, elküldte az apja szolgálni. Ment-ment a fiú, kereste a helyét magának, és akadt egy emberhez, aki őt megfogadta a juhok mellé. Reggel felkült a legény, hogy elinduljon, és hát a Lea a báránkához van ragadva. Így kellett hát elindulni, és a bárány a szőrén vitte a Leát. Alig ért a szállásától a harmadik szomszédig, veszi a furuját, furjálni kezd, és arra a bárány es táncnak ered. Táncol a bárány, bárány szőrén a Leán. Egy asszony a kapu sarkánál kinéz, s lássa, hogy a Leán táncol a bárán szőrén, kifut a sütőlapáttal, s megriassza a Leán. Menj haza, ne ügyetlenkedj itt kün. De a Leán csak táncol, ezzel üt a lapáta, de ugyan megesett neki es, mert a lapát a Leán farára ragadt, s a lapát végére a sütőasszon. Öt es a bárány elvívé, s elmenének a templomig. Táncol a bárán, bárán szőrén a Leán, Leán farán a lapát, lapát végén a sütőasszony. Pap reggelre akkor jött a templomból, szidni kezd őket, hogy menjenek haza, ne üzzék az esziket, fogja a pálcáját, s jót üt a sütőasszony farára, de hogy elbámult, mikor lássa, hogy a pálca az asszony farához ragadt, s ő a pálca végéhez. Így terelgette őket a legény, jött arra egy katona, vezetett egy paripát, megfogta a papot csintalanságból, mindjárt oda ragadt az es. Megint jött egy takács, egy csomó vászonnal rávágott a paripa farára, ennyi de szép paripa, azzal az es oda ragadt. Jött arra egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a takácsra, mit bámulik a mámoram, ezzel ő es hozzá ragadt. A fiú a furjáját csak futta, táncolt a bárány, bárán szőrin a Leán, Leán farán a lapát, lapát végén sütőasszony, asszony farán a pálca, pálca végén pap, pap után a katona, katona kezdve kantár, kantár száron pariba, pariba farán vászon, vászon végén takács, takács hátán kapta, kapta végén a varga. Ezzel a szép komédiával ment, ment a fiú addig, hogy egy városba érkezett, ahol mindenki gyászolt. A házakat, kastélyokat feketébe húzták, az asszonyok, az emberek fekete ruhába jártak. Ott a város végén beszállott egy öreg asszonyhoz, megkérdezte attól, mi újság van a városban. Az öreg asszony nagyszomorúan elbeszéli, hogy a király leánya erősen beteg, semmi urusság sem használ neki. Az urusok azt mondták, hogy ha annyira lehetne menni, hogy egyet kacagjon, mindnyát meggyavulna. A király eppeg ma hirdette ki, hogy aki a leányát megkacagtassa, annak adna a leányát, és a királyságot is véle megosztaná. Próbálkoztak hát sokan, hercegek, grófok, nagy kalapú tótok, válogatott cigánylegények, de hiába. Akárhogy mókáztak, a király kisasszony szomorú maradt, az őveik meg karóba került. A bárányos legény reggel bejelenti magát, hogy a királylány meg akarja kacagtatni. A legény a furuját megfuvincsa, táncolni kezd a bárány. Bárány szőrin a Leán, Leán farán a lapát, lapát végén a sütőasszony, asszon farán a pálca, pálca végén a pap, pap után a katona, katona kezébe kantárszál, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács, takács hátán kapta, kapta végén a varga. Erre nagy hahotával elkacagja magát a király Leán, és annak még a báránka is úgy megörült, hogy magáról mindent lerázott, és egyedül kezdett táncolni, táncolt külön magára a leányes, a sütőasszonyes, a papes, a katonás a lovas, a takácses, még a varkas. A király összeeskedte leányát a juhászkorra, a vargából meg a takácsból udvari mestereket csinál, a katonából hadvezér, a papból udvari papot csinál, az asszomból udvari sütőnét, s a leányból a leánya mellé farajt.
Tartott a lakodalom egyik hetfőtől a másik, keddig az egész országnak jó kedve volt, ha a hedegősöknek a húrgyik el nem szakadt volna, tán még ma esmény táncolnának.